Sziasztok! Újra itt vagyunk, folytatjuk. Android tutoriál sorozatunkat. Még mindig a List View-val fogunk foglalkozni. Megnézzük, hogy hogyan lehet egy kicsit a scrollozást feljavítani, hogy a felhasználóinknak kényelmesebb legyen. Megnézzük tehát a Fast Scroll lehetőségeket, valamint különféle segédleteket fogunk még áttekinteni. Nos, ebbe a kis példába megint csak fogunk fejleszteni saját adaptert az adapter view de most már nem kódból, hanem fiber fogjuk beolvasni az üzleti objektumainkat. Most is arra gondoltam, hogy egy hal listával dolgozzunk, és itt elő is készítettem a Chrome böngészőben, megint csak a www.horgász.hu oldalról fogjuk leszedni a szükséges teszt- vagy demo adatokat. Itt látható egy nagyon hosszú lista, mert a mai gyakorlathoz fontos, hogy ne pár elembe álljon a listánk, hanem több százból vagy akár ezel elemből. Itt látható egy kb. 500-600 elemből álló lista, a halaknak a magyar, a tudományos és az angol neve látható. Másoljuk ki a táblázat tartalmát. Természetesen én ezt már előkészítettem nagyjából. Ugye ezzel nem akarok senkit se untatni, de azért nagyjából bemutatom, hogy hogyan is lehetséges Innen az adatokat kinyerni, Ctrl C vagy másolás, menjünk át a Notepad nevű szövegszerkesztőbe, de igazándiból bármilyen más szövegszerkesztő is használható, itt láthatóak az adatok, és ami nagyon fontos, hogyha bekapcsoljuk a rejtett karakterek megjelenítését, látható, hogy tabulátorral vannak elválasztva az elemek, tehát nagyon könnyen tudjuk majd felpazolni ezt az állományt. Még annyit tegyünk meg, hogy a sorvégi jeleket töröljük ki, a sorvégi szóköz eltávolítása, így, és már is elkészült a hal listánk, Menjük le ezt egy fájba. Asztal, és legyen a neve az, hogy fish list és txt. Tehát most ezt a txt-t fogjuk feldolgozni. Most meg is tudjuk nézni pontosan hány elemből áll, 576 elemből áll a listánk. Nagyon fontos, hogy van egy pár faj, aminek az angol neve nem található a listába, ezt majd kódból le kell kezelnünk. Jó, tehát itt van a hallistánk, és akkor most menjünk a Visual Studioba, és hozzunk létre egy új projektet. New projekt. És Android. pont list view section indexel névre hallgasson most a projektünk. Mindjárt majd beszélni fogok arról, hogy mi is ez a section indexel. Amíg betöltődik a projekt, Oké, akkor nem is váltok át, most egészen gyorsan betöltődött, töröljünk ki mindent, amire nincs szükségünk szokásos dolgok, az activity egyből legyen main activity, és most ö, egy list activity-vel fogunk dolgozni. Így mi? Nagyon jó, csak az erőforrásoknál, a layoutnál a maint ki is törölhetjük, hogy nehogy véletlenül is azt higgyük, hogy most van valamilyen szerepe. Itt is vagyunk, most az összes mappába be kell helyeznünk, be kell húznunk drag-and-drop technikával ezt a txt állományt, amit előkészítettünk. fishlist.txt ugye a kiterjesztése. Itt is vagyunk, és ami nagyon fontos, bár nekem még ebből nem volt problémám, hogy itt a Build Action-nél legyen beállítva az, hogy Android összet. Jó? Tehát nem ö, előforrás, hanem Android összet. Jó? Itt pedig ugye magát a tartalmat láthatjuk. Az, hogy mik a legfontosabb információk az eszközökkel kapcsolatban, eszközelő forrásokkal kapcsolatban, itt ebbe a TXT állományban tudjuk elolvasni. A lényeg az itt látható, hogy az összes osztálynak az open metódusával tudjuk majd elérni ezt a TXT állományt, ami egy streamet ad vissza, és ebből a streamből már e, tudunk dolgozni, hiszen ez a .NET világában egy megszokott dolog. Ez a lényeg, nagyon jó, és akkor most egy picit visszamegyünk az elmélethez, és bemutatom azt röviden, hogy mi is lesz a mai anyagunknak a fő témája. Itt is vagyunk a vetítésben, és akkor pár diában elmondanám a mai anyagnak az elméleti hátterét. Az első témánk az a fast scrolling, miről is van itt szó. Képzeljük el, hogy van egy nagyon nagy listánk, amelyben gyorsan kellene navigálnunk, ugrálnunk a listába. Az, hogy mindig végig az egész listát, könnyen belátható, hogy nem egy túl jó megoldás a legtöbb esetben, ezért használhatunk az ablakos környezetben már megszokott scrollbar-szerű csúszkát, Amellyel sokkal gyorsabban tudunk egy nagyobb listát áttekinteni. Ha bekapcsoljuk a Fest Scroll Property-t a True értékkel, akkor meg fog jelenni a ListView-n jobb oldalánál egy ilyen kezelő, vagy nevezzük mi most ezt csúszkának, melyet mozgatva, sokkal gyorsabban tudjuk ezt a nagy listát áttekinteni, nem kell itt nagyon komoly dologról gondolni, ugyanez a ö, módszer van alkalmazva az ablakos rendszerekben is, hiszen a scroll bar slider részével tudunk a leggyorsabban navigálni hosszú weboldalakon is. Ezt a dolgot, ezt a tulajdonságot a list Jun kell bekapcsolni, és a list van egy úgynevezett fast scroll enabled tulajdonsága, hogyha túl állítjuk, akkor ezt a rendszer automatikusan életbe fogja léptetni. A Fast Scrollinghez tartozik a következő témakör is, mégpedig a Section Index. Ugyanis amikor a felhasználók nagy listát görgetnek végig a Fast Scrolling segítségével, a Section Index megvalósításával tudunk gyors, vizuális visszajelzést adni a felhasználók számára, hogy a lista melyik részénél is vannak most pontosan. Ugye amikor a csúszkát mozgatjuk, akkor gyorsan fog változni a list a tartalma, és jó lenne, ha mondjuk az ABC sorrendbe rendezett listánknak a kezdő betűjét, tehát hogyha az ABC-be hol tartunk, azt vizuálisan megjelenítenék, ugye ebbe a példába a H szekcióban vagyunk a csúszka segítségével. És ha már a szekció szó, szóba került, akkor vezessük is be az I-section el interfész fogalmát, hiszen a Section Index megvalósításához ezt az interfész kell megvalósítanunk. Három metódus kell megírnunk. Az első az a Get Sections névre hallgat, a szakaszok címét tartalmazó tömbeltér vissza, amit majd az Adapter View megjelenít a felhasználói felületen, Azaz például, ha ABC sorrendben van a listánk, akkor ABCD szekciókat hozunk létre, és így egy olyan string tömbbe térünk vissza, például, hogy ABCDE elemeket és a többi elemeket tartalmazza, és ezt fogja megjeleníteni a list view. A következő metódus, amit meg kell valósítanunk, az a get position for section, azaz az adott szakasz indexe alapján visszatér a szakaszban megtalálható sorok közül az első pozíciójával hiszen egy szakaszban több sorindex is található lesz, és azok közül az elsővel kell visszatérnünk. A get section for position metódus pedig az adott sor pozíciója alapján fog visszatérni a szakasz indexével, tehát ezt a három metódust kell megvalósítanunk. Nos, akkor kezdjünk bele is a munkába. Itt vagyunk a Visual studio -ban és most azzal kezdjük el a célunk megvalósítását, hogy beolvassuk a fish list txt tartalmát, és fel fogjuk azt pazolni. Tudjuk, hogy ez színmet ad vissza, ezért egyből egy using-gal kezdünk, Hoppá, kicsit okos volt az IntelliSense. Hoppá, ez se jó. Mert nem a média kell, hanem a system.io. Így mi? Stream. Tehát itt fogunk egy referenciát a streamünkre. Összec. Dot. Open. Metódus. És itt szépen átadjuk a nevét a fájlunknak, hogy fishlist.txt. Így nyílik. Most már be, csak, be kell csak olvasnunk egy stream readerrel a tartalmát, ugyancsak egy using, ugye ezzel fogjuk automatikusan felszabadítani az előforrásokat. Stream reader, reader, egyelő new stream idő és itt átadjuk neki a streamet. Oké. Okay. Most egészen addig olvasjuk ezt a streamet. Amíg a stream végére nem érünk. Tehát idő pont End of Stream. Ami egy bool értékelt vissza, ha vége van. De nekünk ezt tagadnunk kell, és akkor ezt megfelelő. Itt is vagyunk, beolvasunk egy sort line read read line így ezzel a metódussal és most fel fogjuk úgymond parzolni a sorunkat egy string tömböt hozunk létre line dot split ugye nem kell bemutatnom talán ezt a metódus senkinek sem. Ezt string tömbben átadjuk neki a tabulátort mint whitespace. És utána pedig mi megadunk egy string split options-t, amivel ugye eltávolítjuk az üres elemeket. Oké. Okay. Ugye azért per téme tabulátorral van szeparálva a sor egyes elemei egymástól. Készen vagyunk, akkor most még azt kell ellenőriznünk, hogy a buffernek, tehát annak a tömnek a hossza, amit kapunk, az 3, vagy annál kisebb, mert ha 3, akkor mind a három név megtalálható, ha kisebb, akkor viszont az angol név nincsen meg, le kell kezelnünk. De mielőtt ezt megtennénk, létre kell hozni még a fish üzleti objektumot, vagyis hát az azt leíró osztályt. Hozzunk tehát létre egy új ö, mappát, a neve legyen az, hogy modell, és ide egy osztályt hozzunk létre, fish néven, három property -e lesz, lesz egy prop string név, ez lesz a magyar név, utána lesz egy másik név, hogy string scientific név, remélem nem írtam el, scientific név, igen, és még utána lesz egy harmadik, English Ném mondjuk így. Né. Ez az üzleti objektumunk. Most visszajöhetünk, ugye ezeket egy listában szeretnénk eltávolni. Privát list. Igen, megint túlokos, fish dot pöttyel behúzzuk ezt a modellt és a listához is a megfelelő névteret behúzzuk, ugye ctrl pötty a mágia, és akkor ennek a következő lesz a neve, hogy fishes, egyenlő, new list fish. Példányosítjuk is egyből. Oké, okay. akkor most ide visszajövünk, mert ha beolvasott, sor, ami ugye föl lett darabolva a három elemet tartalmaz, akkor mind a három elemnek a, 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 az értéke megvan, tehát a fish is, Ezt hozzáadunk egy új fish elemet, new fish, és azt mondjuk, hogy a name az egyenlő a buffer nulladik elemével, aztán jön a scientific name, az egyenlő a buffernek a második elemével, és utána jön az English name, ami pedig egyenlő a buffernek a harmadik elemével. Így mi készen is vagyunk. Ha ez nem lenne így, akkor pedig azt csináljuk, nem soljuk ezt a sort, igen, megkapjuk a figyelmeztetést, hogy amit most csináltunk, az nem túl szép, és ugye nem ismert a angol név, ezért unknown értéket adunk neki. Oké, okay. szép is a pálcolásunk. Most akkor meg kellene valamilyen úton, módon jelenítenünk ezt. Egy új adaptert kell létrehoznunk. Azt mondja, hogy adunk hozzá egy új foldert, adapter, ez a neve, és ide szépen belerakjuk, hogy fish adapter. Ez a base adapterből jön, annak is a generikus változatát fogjuk használni. Ctrl pöttyel ide is behúzzuk a fish üzleti objektumunkat leíró osztály névtelét, és Ctrl pöttyel pedig implementáljuk az abstract base adapter szükséges dolgait. Oké, okay. ez már előfordul többször is, már rutinból végezzük ezt a műveletet amit mindenképpen meg kell tennünk, hogy létrehozunk egy privát read only activity, eltároljuk a activity -nket. ez lesz a kontext, és lesz egy privát read only e-list interface megvalósító fish elemeket tartalmazó lista, ami az items névre fog hallgatni. Ezután megírjuk a konstruktort, itt azzal kezdjük, hogy meghívjuk az osztálytnak a konstruktorát. Itt pedig átdobjuk először az activity ami lesz a context, és átdobjuk a halakat tartalmazó listát. Hát ezekben nincsen semmi új, de érdemes ö, begépelni azoknak is, akik már ö, nagyon unják, a könyökükön jön ki, hiszen ezek is úgy gyakorlatok, amelyel még profibbá válhatunk. Oké. Okay. Akkor most a szükséges override-okat végezzük el, tehát fejezzük be jobban mondva, itt vissza kell térnünk az adott elemmel, return items position, ugye ez egy indexer, most meg kell, vissza kell térnünk a listánk elemével, return items count, nagyon jó, visszatérünk az ID-vel, tehát az adott elemhez tartozó ID-vel, ami most a short pozíció lesz, az return position, és akkor ugyancsak itt vagyunk, a get view nál ami a legérdekesebb része az adapter fejlesztésnek, kezdjük azzal, hogy fogunk egy referenciát az éppen aktuális elemről, Ezután ugye egy view-t hozunk létre, ami egyenlő lesz a convert view-val, mert így előfordulás pozolunk, de ha a view egyenlő nullal, azaz a convert view, convert view, azaz a convert view még nem létezik, tehát null, akkor létre kell hozni a view ami nem lesz más, mint hogy egy XML elő, előfordulásból felfújjuk, Context, Layout, Inflater, Inflate, és megint csak jön a trükk, Android, Resource, és kiválasztjuk a Layouton belül a Simple Listet. Így abból is az elsőt. A view group root az most null lesz, mint eddig, ahogyan csináltuk. Oké, okay. ezután már visszatérünk a view-val, hogy a Visual Studio is megnyugodjon. De még föl kell töltenünk a view-t adattal is, tehát view find view by id, egy text view-t keresünk, jó, megadjuk ennek az idét, megint csak Android resource id text 1, ennek a text értéke lesz egyenlő az item Némmel, tehát a magyar nevével. Oké, okay, és oké. Okay. Készen is vagyunk egyelőre. Ha valakinek nem lenne tiszta, hogy mit jelent az, hogy Android Resource Layout Simple List Item 1, akkor azt mindjárt elmagyarázom, és ehhez tartozik az is, hogy Android Resource ID Text 1, ezek az Android rendszerbe előre elkészített view az egyik az egy list view nézet, a másik pedig a egy sor nézet, és ezeket nekünk nem kell újra dekódolnunk XML előforrásba, hanem így ráhivatkozva automatikusan el tudjuk Érni így tudunk időt spórolni a gyakran ismétlődő feladatokra, nem kell újra megírni, meg újra, hanem egyszerűen az Android rendszer által biztosított megoldásokat használhatjuk. De erről mindjárt egy kicsit még beszélek részletesebben, hogy mindenkinek világos legyen. Még azt kell megtennünk, hogy be kell állítanunk azt, hogy ennek a list activitynek, ugye most nem ez sima activity van, hanem list activity, a list adaptere az legyen egyenlő egy new fish adapter, jó, ennek is a névtelét behúzzuk, átadjuk a kontextust, hogy this, és a fish is elemeket szépen átdobjuk, és készen is vagyunk, reményeim szerint le fog fordulni. Már elő van készítve az emulátor, hogy sokkal gyorsabban menjen a munka. Na. Hoppá, és egy hibát kaptunk. Hát igen. következő a hibánk, hogy itt ez nem három, hanem kettő. Na, indítjuk egy gyorsan újra. A indexek ugye nem stimmeltek, a nagy magyarázkodásba kicsit belezavarodtam, de ezt most javítom. Klasszikus hiba egyébként. És itt is van a listánk, megjelennek a halak. Oké. lehet látni, hogy itt azért, ha görgetnünk kell, nem olyan egyszerű, jó párszor el kell húzni az ujjunkat a felületen. Na, erre a problémára találták ki a fast scrolling ö, módszert. A következőt kell tennünk. Nagyon egyszerű bekapcsolása. This list view és fast scroll enabled property-t tudva fogjuk állítani. Ez az. És indul a fordítás. Így lehet látni, hogy amikor megmozdul, akkor itt van a slider, és szépen ennek a segítségével tudjuk a listánkat pozícionálni, tehát abban jobban mondva navigálni, sokkal gyorsabban, mint az előző módszerrel. Egyetlen egy baj van, hogy nem teljesen látjuk át, hogy éppen hol is tartunk a listába. Tehát ugye ez a lista ABC sorrendben van rendezve, jó lenne tudni, hogy azt most az ABCDE ö, ö, szekcióban vagyunk, úgymond, és ezért fogjuk mindjárt implementálni az E-Section Indexer interface -t hiszen ez a kettő szorosan összefügg egymással. Mielőtt még megtennénk, pár gondolat az előbbi FISH adapternál szóba került Android specifikus erőforrásokról. Az Android rendszerében előre el vannak készítve különféle list view -k. Látható, hogy mi a simple list item egyet használtuk, ami azt jelenti, hogy a list view egyes sorai egyetlen egy text view tartalmaznak, és abba írhatunk be szöveget. De ha esetleg egy olyan ö, list view-t keresünk, amiben az egyes soroknak lehet adni title-t, meg subtitle is, akkor erre felhasználhatjuk a simple list item 2 névre hallgató adapter és erre hivatkozva ezt fog ez fogja a rendszer betölteni. Itt van még a True Line List Item, és ennek a grafikus megjelenítése, valamint az Activity List Item, ahol ugye egy kis kép látható, és mellette szöveg. Ez itt nem más, mint egy kép, amelyre, a, amelynek az ID-ja az, hogy ágy Icon, ez pedig itt egy text view, aminek pedig az ID-ja az lesz, hogy text1. Nézzük is meg, hogy hogyan tudunk ezekre hivatkozni egy következő dián, azaz itt kiválasztottuk a Simple List Item 1-et. Ugye, ha ezt a nézetet akarjuk betölteni az adapternál, akkor az android.resource.layout.simpleListItem1 azonosítót kell megadnunk. Ugye ezt is tettük. Ezt nem mi hozzuk létre, ez az android rendszerében van létrehozva, azt használjuk föl. Az adott lissium belül pedig az egyik sorának, jobban mondva a row view -ja, egy text view tartalmaz, amelynek az ID-ja a következő, android.resource.id.text1. Tehát ez egy text1. Ha itt két sor lenne, ugye, mint például itt, hogy van -e egy title, meg egy subtitle, akkor arra a text1 és a text2-vel tudunk hivatkozni. Ha egy kép van, mint például itt az Activity List itemnél, akkor erre a képre az android.resource.id.icon azonosítóval tudunk hivatkozni. Jó, most nézzük meg azt, hogy hogyan is lehet ezt a gyakorlatba használni. Most állítjuk be a Simple List Item 2-t. Itt vagyunk az adapternél, tehát ezt a részt kell itt átállítani. Simple List Item 2, lehet látni, hogy jóval több van, mint amit én bemutattam. Ezt mindenki maga eldöntheti, hogy utána néze a dolgoknak, vagy sem. Nagyon gazdag az Android ui ja nem lehet mindent elmondani. És akkor a Text 1, ugye, ez a View itt adtuk meg, és ezen a view-n belül keresünk egy másik view-t, először is a fő uh, title-t szeretnénk megadni, erre a text egy azonosítóval hivatkozunk, és oda fogjuk betölteni a halunknak a magyar nevét, majd most, hogy átállítottuk, megtehetjük azt is, hogy hivatkozunk a text kettőre, és ide pedig be fogjuk tölteni a halacskánk scientific nevét így és mehet a fordítás. Voilà, itt vagyunk, itt van a fő cím, Alatta az alcím, ugye a magyar név, meg a tudományos név, és be van kapcsolva a fast -scoring. szépen át tudjuk nézni az elemeinket. Oké, okay. és most már nincs más hátra, mint az indexernek, a section indexelnek az implementálása. Itt is vagyunk ugye a fish adapterbe, nem kell más tennünk, mint hogy ezt a, interfészt implementáljuk, meg kell adnunk, hogy vesző i section indexer és control pöttyer implementáljuk a hozzá tartozó metódusokat. Azért, hogy ne keveredjenek a dolgok össze, csinálok egy régiót, ez lesz az adapter nek a régiója, egészen eddig, és most bezárom a régiót, és akkor szépen erre a három metódusra fogunk koncentrálni. Létre kell hoznunk pár változót, amit föl fogunk használni. El fogom mondani, hogy mi mire való. Létrehozunk egy privát string tömböt, sections néve fog hallgatni. Ebbe fogjuk eltávolni a szekcióinkat. Ennek meg kell csinálnunk a jávás változatát is, tehát java.lang.object, és ez is egy tömb lesz, és ennek a neve pedig sections object névre fog hallgatni. A kettőnek a tartalma megegyezik, csak a kasztolás miatt van rá szükség, és még létrehozunk egy diktionalit, amiben ugye Pöttje dictionary, pedig ennek jó, string lesz a kulcs, és az érték pedig egy int, a neve pedig legyen az, hogy alfabet, tehát ABC index. Alphabet index. Oké, okay. minden megvan. Az első feladatunk, hogy föl kell építenünk ezt az alfabet indexet. Ezért léte kell hoznunk egy metódust, aminek mondjuk legyen a neve az, hogy Build Section Indexer tetszőleges nevet lehet adni neki. Build Section Indexer. És itt fogjuk szépen feltölteni az értékét. Először is példányosítanunk kell ezt az alfabet indexet. Ez megvan, ezután végig kell mennünk egy for az itemeinken, ugye itt ebben vannak a halacskáink, count, és a kulcs az minden halacskának az első karaktere lesz. Ugye a magyar névvel fogunk dolgozni, items, tehát az iedik hal, kivesszük a nevét, a magyar nevét, ez egy string. A stringen belül rámutatunk az első karakterre, ez már lesz, és ezt megint csak ö, stringé fogjuk kasztolni, és akkor megkapjuk a kulcsértéket. Most azt kell megnéznünk, hogy ez az alfabetindex, index, ami egy dictionary, tartalmazza -e már ezt a kulcsot, amit ugye mi létrehoztunk. Ez, ezért a, ez, ennek az az értelme, hogy szekciókat hozzunk létre hiszen sok A karakterre kezdődő elemünk lehet, és nekünk csak azt kell most eltávolnunk, hogy az A-val kezdődő elemek melyik pozícióval indulnak el. Tehát nyilván az A-nak a kezdő értéke az 0 lesz, de a B-nek már nem egy lesz, hanem lehet, hogy a 27, hiszen 26 A-val kezdődő elemünk van, és a 27 lesz az első B betű, és nekünk azt az értéket kell a B értékhez eltávolnunk. Tehát, hogyha nem, tá nem, tá nem távoltuk még el, akkor fogjuk hozzáadni. Jön a kulcs, ABCD értéke mondjuk, és az I érték, tehát hogy honnan kezdődik el. Ez a lényeg, amit most megírtunk. Most még el kell készítenünk a szekciók tömböt. Ebből fogja kivenni a rendszer, hogy mit jelenítsen meg a ui -on és ezt pedig úgy csináljuk, hogy alphabet index, keys, ugye a kulcsok, to array. Így, négy, kész vagyunk. Most sajnos el kell készíteni ennek a jávás változatát is. Tehát section object egyenlő new java lang object és a tömb eleme meg fog ö, egyezni a Sections Length értékével. Jó, és hát egy for-ciklussal szépen végigmegyünk a Section Length értékeken, így mi, és már nincsen más háta, mint a Section Objects i elemét föl kell töltenünk, ugye egy new, java lang, de nem object hanem stringer, és itt átadjuk neki a sections i-edik elemét. Hát ez a rész nem szép, reméljük, hogy lesz ez még jobb is, de ezt most azt hiszem, hogy így lehet megoldani, de ha valaki tud erre szebb megoldást, az, az ne tartja magába, írja meg kommentbe. Oké, okay. tehát felépítettük az indexet, de miről is van itt szó? Készítettem egy egyszerű példát, hogy lássuk, hogy mi is a feladat. A feladat tehát a következő. Egy egyszerű példával nézzük meg, hogy az items tömbbe vannak az elemeink. Minden elemnek van egy index értéke, 0, 1, 2, 3, 4 és a többi, és van egy neve, itt ugye gyümölcsöket használtam föl példaként, alma, ananász, banán, barac, birsalma. A listánk ABC sorrendben van rendezve, és szekciókat szeretnénk bontani. A szekció fölbontás logikája az ABC sorrend, tehát az összes A betűvel kezdődő, kezdődő szó egy szekciót alkot. Minden B betűvel kezdődő szó egy B szekciót, szekciót alkot, és így tovább. Azt gondolom, hogy ezt nem kell tovább magyarázni. Tehát a sections string tömbbe, amit ugye előbb létrehoztunk, a következő tároljuk el. A nulladik elemhez fog tartozni egy A érték, egy A string, az egyes elemhez egy B, a kettes elemhez pedig egy C. Tehát három szekciónk van, A, B, C a kulcsértékük. Az alfabet index pedig a következő tartalmazza a key value értékekkel. Az A kulcsértékhez tartozik a nulladik érték, hiszen az alma az a nulladik eleme a listának, tehát az A szekció nullával kezdődik. A B kulcsértékhez a kettes érték tartozik, mert a listába a banán a kettes sorszámú elem. A C kulcshoz pedig az ötös érték tartozik, mert a citrom a listába az ötödik elem. És így szépen rá tudunk ugorni arra az indexre, amelyen az adott szekció R kezdődik. És mivel minden szekciónak megvan a kezdőértéke, így tudni fogjuk, hogy mikor vagyunk az egyik, és mikor pedig a másik szekcióba. Jó, akkor most kép nézzük meg, hogy miket is kell megírnunk. Először is meg kell írni a get sections. Itt vissza kell adnunk azt a string tömböt, amit ugye létrehoztunk létehoztunk section néven. Ez egyszerű lesz. Aztán van a get position for section. Az adott szakasz index alapján visszatérünk a szakaszban megtalálható sorok első pozíciójával. Jó? És megírjuk utána a get section for position ahol pedig az adott sor pozíciója alapján visszatérünk a szakaszindexével. Innen fogjuk folytatni. Jó? Tehát akkor írjuk meg ezeket a metódusokat. Ha elsőre nem teljesen világos, semmi baj nincsen, célszerű egy kicsit belegondolni, és akkor össze fog állni a kép. Tehát a get sections metódusnál egyszerűen csak visszatérünk a sections objects tömbünke. Kész. Ebbe vannak a ABC karakterek string értékei. Ezután írjuk meg a get position for section törzsét. Itt visszatérünk return alphabet index ezen belül sections, és ezen belül ugye jön maga a section. Jó, bejön egy int érték, egy szekció index érték, a section belül kiválasztjuk az index alapján a, a hozzátartozó szöveges értéket, és ez alapján fogjuk ugye ez egy kulcsérték lesz a Dictionary-ba, fogjuk visszaadni a következő int értékünket, tehát a, a, pozíció értéket. Jó? Jön a következő metódus törzse, ez egy kicsit már hosszabb lesz, hiszen itt az adott sorpozíció érkezik be, és a szekció indexet kell visszaadnunk. Azt mondja, hogy int, prev, section egyenlő nulla. Tehát a szekciónknak a kezdeti értéke a nulla. Az, hogy miért preview section, az mindjárt érthető lesz. Egy for-ciklussal végigmegyünk a szekciókon. Jó. sections length. Oké. Most megírunk egy if ágat. Ebben először a get position for section metódus segítségével az section sectionhöz tartozó első sorértéket fogjuk megkapni. Ha ez a sorérték nagyobb, mint a metódusba paraméterként beérkező position, és kisebb, mint a, vagy, és egyenlő a previous section a positionnál, akkor previous section egyenlő egy és break. Jó. És a legvégén return previous section. Nagyon jó. Tehát, ebbe a metódusba beérkezik az adott sornak a pozíciója, és ez alapján kell visszakeresnünk a szekcióindexet. A preview section kezdő indexe a nulla. Végig megyünk az összes sectionen. A sectionon belül kikeressük, hogy az adott sectionhöz melyik sor pozíció tartozik, tehát melyik a kezdő sor. Ha ez nagyobb, mint a paraméterként kapott position érték, és a preview section kisebb egyenlő, mint a position, akkor a preview section egyenlő ível brékelünk, majd return preview section. Na, visszarakom a diát, és nézzük meg az algoritmus működését a dia segítségével is. Azt mondjuk, hogy a sectionünknek az értéke kezdetben nulla az adott sor, ami beérkezik, ugye positionnek az értéke, az legyen 3, tehát a balack érték érkezik be, és vissza kell nekünk adni a section indexet, ugye ez a második sectionbe tartozik. Először is mi végigmegyünk a sectionökön, a nulladik az egy A, az egyes az egy B, a kettes pedig egy C értéket tartalmaz. Az adott sectionnél megnézzük, hogy melyik ö, ö, sor értékel kezdődik. Tehát amikor a 0. section nézzük, a Get Position for sectionnél ő egy nullás értékelt jön vissza. Ez nem nagyobb, mint a Position érték, amit kapunk, mert az három már nem lehet jó. Jön a következő a 2-es section, ugye az egy B-betű. A B betűhöz a kettes érté tartozik, a kettes még mindig kisebb, mint a hármas, a, a balacsk, ezért megyünk tovább. Most bemegyünk a következő szekcióba, a kettes értékhez ugye a C tartozik, a C értéket, a C értéknél pedig az alfabet indexnél az ötös érték tartozik. Az ötös ö, nagyobb szám, mint a hármas, és a preview section az kisebb egyelő lesz, mint a position, ugye az előző érték, ezért a kettessel fog visszatérni az algoritmus. Hát nem tudom, hogy mennyire világosan tudtam elmondani a működését, de higgyétek el, hogy ez így van, mindenki fejbe futtassa le. Ez a táblázat talán egy kicsit segít az algoritmus megértésében. Na, és akkor most nézzük meg, hogy mi is lett a munkánknak a eredménye, fordítjuk le az alkalmazást, Hoppá, megint valamit elvontottam. Azt mondja, hogy... Igen, azt mondtottam el, hogy nem hívtuk meg, ezt a metódust, amit megírtunk, hogy build section indexer, erről is elfeledkeztem. Így mi? Most nézzük meg, hogy sikerül-e lefordítani. Jónak tűnik. És itt is van. Jó ha megfogjuk a csúszkát, már is szépen láthatóak a szekciók, ABC sorrendben vannak létrehozva a szekciók, és így nagyon gyorsan tudunk navigálni a listánkban, és egy nagyon kellemes visszacsatolást kapunk. Minden felhasználó már sokkal magabiztosabban tudja megtalálni a kívánt elemet, hiszen az adott betűhöz élünk, azon belül már szépen lehet finoman keresgélni a listába, de gyors navigálásra ez a kettő funkció, ez a fast scrolling, meg a section indexel nagyon sokat tud dobni a listák kezelésében. Röviden ennyi lenne a mai anyagunk, remélni tudom csak, hogy világosan el tudtam mondani a dolgoknak a működését, de azt gondolom, hogy ha mindenki a kódot egy picit átnézi, Átgondolja, akkor minden ö, sötét fort el fog tűnni, és összeáll egy kerek egészé az, amit el szerettem volna mondani nektek. A listákkal mi mindig nem végeztünk, hiszen az egyik legfontosabb UI elemről van szó, végtelenségig lehet ö, ö, lagozni ezt a témát, még egy-két dolgot megnézzünk, és akkor ígérem, megyünk tovább.